Jogosak az indulatok, de próbáljuk megőrizni az önfegyelmünket, meg a méltóságunkat, ne hagyjuk magunkat belehergelni semmi rosszba. Most főleg a cég képviselőhöz lenne kérdése, mert a válaszok ugye újabb kérdésekre sarkalnak. Következő kérdés, ezek szerint, ha 52 üzeme van, vagy 50 valahány üzeme a cégnek, ez egy tőkeerős cég. Annyi lóvéjuk van, hogy meg kell kaparni a tetejét, hogy alul nehogy bepenészedjen. Annyi pénzük van, hogy fürdenek menni, mint Dagobert bácsi. Akkor az a kérdésem, hogy miért nincs felelősségbiztosítás, mert itt is ellentmondásos válasz hangzott el, hogy a környezetvédelmi szakma ismeri, de hát ezen a területen mégse ismeri, vagy akkor javítsanak, illetve én értettem félre. Ha ennyi pénzük van, ha ilyen tőkerősek, miért nincs felelősségbiztosításuk? Ha nem kötelező, akkor miért nem kötik meg önként? És hogyha megkötik, akkor milyen összeghatára kívánják megkötni? Vagy miért nem helyeznek az ilyen tőkeerős német befektetők letétbe pénzt? Talán azért, mert a kelet-európai gyarmat nem elég erős ahhoz, hogy ezt kikövetelje? Ezek ugye fontos kérdések, fontos garanciák, és hadd tegyem fel most azt a kérdést, amihez Debrecenbe kellett, hogy 7 óra hossza, most itt szerintem spóroljunk meg egy néhány órát, hogy létezik-e olyan közakarat, akár népszavazásban, akár egyéb törvényes módon megnyilvánuló közakarat, ami önöket, vagy a céget arra sarkalja, vagy abba az irányba viszi el, hogy nem valósítják meg itt ezt a beruházást. Erre várok egy őszinte tiszta választ, hogy foglalkoznak ezzel, és létezik-e olyan akarat, amely önöket eltántorítja az eredeti szándékuktól. A jelenlévő hatósági vezetőktől azt szeretném kérdezni, hogy jó szívvel oda mernének-e a beruházás közvetlen közelébe költözni, oda költöztették-e a gyermekeiket, illetőleg saját magánvagyonukkal korlátlanul felelnek-e azokért a súlyos szavakért, válaszokért, amiket itt elmondtak, mert akkor a szavunknak, vagy a szavainknak súlya legyen. Köszönöm. Akkor sorba. Felelősségbiztosítás. Egyeztetünk a beruházóval, egyébként nem vagyok benne biztos, hogy magának a Boys & cégnek nincsen teljes körű felelősségbiztosítása. A környezetvédelmi eljárás során nem merült fel ez kérdésként, mert magyarországi jogszabályok szerint hulladékgazdálkodási cégeknek kötelező, emiatt ennek nem mentünk utána, de rákérdezünk. Erre tudunk választ adni. Ami a felelősség. Hajlandóak-e meggondolni magukat, hogyha a közakarat abba az irányba megy? Ezzel kapcsolatban nem tudok válaszolni, nem a mi kompetenciám. Ki a döntése jogosult? Nem a langyos szőnyveget kell élni. Az, hogy meggondolja magát egy beruházó vagy sem, ez az ő döntése. Még akkor, amíg képviselő úrnak a hatósághoz tett észrevétele. Önnek amennyiben, tehát a kérdései egy része természetesen ehhez a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódik. Ön, mivel országgyűlési képviselőként igenis ügyfélnek minősül, tehát ezek a kérdések szerepelni fognak. Oda költözné nekem? Oda mérnének-e költözni a beruházás közvetlen közelébe? A beruházás közvetlen közelébe nem is lehet költözni, hiszen ez egy iparterület. Tehát de értelemszerűen a legközelebbi lakóterületre igen.